Azért vagyunk itt, hogy támogatókat gyűjtsünk ahhoz a harchoz, amit a kötelező menekült kvótával szemben meg kell vívnunk, mert úgy gondoljuk, hogy ez a ránk erőltetett kvóta, ez jogtalan, igazságtalan, értelmetlen, haszontalan, káros és veszélyes. Jogtalan, mert az európai jogot megkerülve, a megkérdezésünk nélkül akarják ránk erőltetni a brüsszeli bürokraták és európai uniós vezetők, és mi pedig el akarjuk dönteni, magunk akarjuk eldönteni azt, hogy kiket fogadunk be, milyen számban, és hogy akarunk-e egyáltalán más kultúrákkal hosszú távon együtt élni Magyarországon. Az a konzultáció, ami az elmúlt hónapokban lefolyt, azt mutatta, hogy a magyarok döntő többsége, a válaszadók több mint 90%-a az azon az állásponton van, hogy Magyarországnak nem szabad azt a nyitott ajtók politikáját folytatni, amit egyébként nyugati szomszédaink közül többen megtettek az elmúlt időszakban, és a magyar emberek azt várják el, hogy védjük meg az országot. Nem megoldás az, hogy Németországból ide telepítenek erőszakkal, vagy más nyugati országból migránsokat, hiszen jól látható, hogy ezek a migránsok nem is annyira menekültek, nem az életüket mentik, hanem ők Németországban akarnak menekültek lenni, vagy Ausztriában akarnak menekültek lenni, vagy Svédországban akarnak menekültek lenni. Tehát ha ide telepítené valaki őket úgymond erőszakkal, akkor semmi sem gátolná meg őket abba, hogy holnap fognak magukat, aztán mennének vissza Németországba. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen Európai Unió szétosztás az gyakorlatilag egy újabb meghívó levél sok millió ember számára, aki még nem kelt útra. Most már az Unió is azt mondja, hogy jövőre 3 millió migránsra lehet számolni. Véleményünk szerint ezt a számot is alábecsülték, kiapadhatatlan az utánpótlás, és hogyha egy ilyen kvótarendszer életbe lép, akkor aki még otthon gondolkozik Afganisztánba, Szíriába, Irakba vagy Afrikába, meghalván ezt a hírt, már nem fog gondolkozni, hanem elindul Európa felé. És látható, hogy Európa nem tud erőt mutatni, Európa gazdag, de erőtlen, és ez a legveszélyesebb párosítás. Ezen túlmenően azt lehet mondani, hogy ide telepített migránsok, azok növelnék megint csak a bűnözés veszélyét. Jól tudjuk, hogy az európai országokban, ahol jelentős számban vannak migránsok, a bűncselekmények száma az tetten érhetően megemelkedik, és hát azt se felejtsük el, hogy terrorizmus veszéllyel is, vagy terrorista veszéllyel is kell számolnunk. Ha naponta ide jön több ezer ember, és abból mondjuk egy számot 3000-ből csak 3 olyan, aki egyébként szimpatizál a terrorizmussal, akkor az a 3 az már pont 300%-a több, mint aminek itt kellene lennie. Tehát ez értelmetlen, veszélyes, nem old meg semmit, látszat megoldás, és Európának pedig a véleményünk, álláspontunk szerint a külső határait kell megvédeni mindenek előtt, és természetesen abban kell segítséget nyújtani, hogy azokban az övezetekben, ahonnan érkeznek a migránsok, azokban legyenek jobb körülmények, legyen egy élhető élet, és tartsuk otthon azokat a tömegeket, akik most útra kelnének. No, hát ehhez gyűjtünk most támogatást.